a mozaik, ahol a legjobb duma folyik. Ez a mozaik, itt megtudod, hogy mi zajlik. Ez a mozaik, híradó előtti napra kész áradat. Ez a mozaik, politika, film, kultúra, divat. Köszöntöm nézőinket a Mozaikban április 1-én. Ma a bolondozás viccelődés napja van. A bolondok napjának pontos eredete ugyanakkor homályba vész. Egyes vélekedések szerint a középkori Franciaországból ered, amikor is még április 1-én kezdődött az új év. De eredeztetik a Német Birodalom korából a római szaturnáliák folytatásaként, vagy a húsvéti passiójátékokhoz kapcsolódóan. Magyar nyelvterületen az április 1-éhez kapcsolódó szokások eredete az ókori tavasz kezdő tréfás ünnepekre vezethető vissza. Remélem nem járt túlságosan pórul a mai napon, de az ártatlan viccelődés mindenképp fokozza a jó kedvünket. Marosvásárhelyen január 22-én a Magyar Kultúra napján indult a Tamási Áron emlékév, melyet a Spektrum Színház és a Maros Művész Együttes közös produkciójával a Tündöklő Jeromossal nyitottak meg. Április 2-án szombaton újabb Tamási darabot láthat színpadon a közönség, szintén a Spektrum Színház és a Maros Művész Együttes közreműködésében Boldog Nyárfa Levél címmel. Előbb egy kis összeállítást nézünk meg az előadásból, majd Török Violával, a darab rendezőjével beszélgetek. Mondtad, hogy fogságban van a férjed. Igen, atyám. Ha ott van. Kétséged van felőle? Vendégünk tehát a stúdióban Török Viola, a Boldog Nyárfa Levél című Tamási darab rendezője. Köszöntelek szeretettel nálunk. Hát én is örülök, hogy itt lehetek, és most tulajdonképpen fogalmazódott meg bennem, hogy itt a Bolondok napja körül és április 1-e körül vajon itt a Boldog Nyárfa Levél mit is keres az életünkben. Igen, érdekes lehet ennek függvényében is újraértelmezni, de legfőképpen az az érdekes, hogy ugye, amit beszéltünk akár még a műsor kezdése előtt is, hogy nem az első Tamási darab, amit a Spektrum Színház berkein belül láthatunk, és milyen érdekes, hogy épp a Tamási Áron emlékév kapcsán ilyen sok szálon tudtok kapcsolódni mindehhez. És akkor úgy is indítanám a beszélgetést, hogy beszéljünk egy picit arról, hogy a Spektrum Színház célkitűzései között mi szerepel a legfontosabbak között, mondjuk mit említenél elsőként? Már hogyha akár kapcsolódhatunk is ahhoz, hogy ilyen sok, több Tamási darab is ugye színpadra vivődött. Hát tulajdonképpen ez a spektrum ugye a szín szivárványt jelenti, vagy a szín skálát jelenti, és én úgy képzelem el, tehát ezt a bizonyos szivárványos meghatározást, hogy minden, tehát hogy az egységében és az üzenetében képviseljük ezt a színkavalkádot, tehát hogy a kultúránknak minden olyan részét képviseljük, ami egy üzenetet fogalmaz meg, egy ilyen erőt képvisel, ami
ahogy mondják, hogy minden lélekben van egy szivárvány, egy csapóhíd, ami azért van, hogy a másik lélek leereszkedjen a lelkekhez. Tehát, hogy valahol a magyar kultúránkból, és nem csak, hanem a színház kultúránkból olyan csapóhidakat próbálunk megfogalmazni, ami számunkra a lelki feltöltődést jelenti, és a megmaradást tulajdonképpen. A színház repertoáriában is, mint ahogy említettem, tehát többször is megjelenik a visszatérő szerző Tamási Áron. Neked milyen szálak fűznek hozzá? Hogy tudnád azt megfogalmazni? Miért olyan fontos számodra, hogy visszatérsz hozzá? Hát valahogy mindig oda jutok, hogy amikor keresek valami aktuális mondani valót az életünkre, amit vissza lehet forgatni, akkor valahogy mindig Tamásihoz jutok, hiszen úgy érzem, hogy annyira örökérvényű dolgokat fogalmazott meg, főleg itt a mi erdélyiségünkben és a hovatartozásunkban, ebben a nyitott világban, ahol tényleg mindenki keresi a helyét, hogy az ő dilemmái, az ő probléma felvetései most is nagyon aktuálisak, és valahol mégis a megmaradásról nagyon erős üzeneteket tud nekünk közvetíteni. Tehát, hogy nyitottak legyünk, de valahogy vigyázunk arra, hogy ne veszünk el ebben a nagy nyitott világban. És ennek folyamatosan aktualitása van, de igen. Erről is még mind szót fogunk ejteni a Boldog Nyárfa levél kapcsán is. De előtte, hogy ugye pont Tamási Áron emlékév van, hogy mit jelent a színház és a te számodra ez, hogy tényleg ilyen egybeesés történt jelenleg? Hát már 2 éve foglalkozunk Tamásival, amikor megkezdődött ez a világjárvány, és pontosan kerestük azokat a fogózókat. Volt ez az otthonkeresés, az otthonra való fókuszálás, a hitbeli megmaradás, egymásra figyelés, és akkor volt a Tündöklő Jeromos, ami szintén egy ilyen adventi előadás, ami arról szól, hogy bízunk abba, hogy eljön a fény, eljön a megváltás, eljön az újrakezdés. És akkor valahogy ez a Boldog Nyárfa levél, ez kiegészíti ezt a reménykedést, hiszen egy tavaszi darab, májusban történik a cselekménye, és így összekapcsolódik ebben a tavaszi megújulással, és hál' Istennek most benne is vagyunk ebben a megújulásban, és igen, reméljük, végre. Hogy igen, és ebben az újjászületésben, és valahogy nagyon aktuálissá vált, és így a húsvét előtt, és pünkösd reményében, de ugyanakkor az örök tavasz reményében ez így nagyon aktuális. Tehát utolérte valójában a külső környezet is a darabnak az egész atmoszféráját. Igen. Akkor, mert hogy egy évvel ezelőtt mutattátok be gyakorlatilag, de igazi bemutatónak csak a holnapit mondhatjuk. Hát és miért igen. is van ez? Pontosan, mert a tavalyi év azért még nem volt egy könnyű év. Senki hát igen, számít. Hát volt egy szűk körű bemutatónk, és akkor elmentünk a Kisvárdai Fesztiválra, és jött a nyár, jött össze, újra szerettük volna, de szintén a betegségek megakadályozták, és végre jutottunk most oda, hogy újra tavasszal, én ragaszkodtam, hogy tavasszal újítsuk fel a Tamás év kapcsán is, és egyáltalán a darab mondani valója kapcsán is az előadást, hogy igazi üzenetet képviseljünk. Mert valahogy, hogyha Tamási úgy írta meg ezeket a darabokat, hogy ilyen rituális mondani valója van, akkor úgy jobban mutatnak például egy Jeromost azt a téli ünnepkörbe bemutatni, és ezt a Boldog Nyárfa levet tavasszal, mert így jobban lehet azonosulni a mondani valóval. Egyébként a szöveg színpadra vitele során több módosítás is történt, vagy milyen szempontokat tartottál szem előtt? Mennyire kellett még úgy ehhez a koprodukcióhoz úgymond illeszteni a szöveget? Hát én mindig kicsit megszoktam a szövegeket húzni, ahogy szokták mondani ezt, mert másképp, tehát a Tamási költői világát akkor úgy érzem, hogy jobban meg tudjuk fogalmazni, hogy a tömörítjük egy picit, főleg, hogyha hozzáadunk olyan elemeket, mint a népzene és a néptánc, mert azzal nyilván nyitjuk ezt a költői világot, és így, amit kimaradt szövegből, azt megmutatjuk táncban, énekben és látványban, és nem utolsó sorban még merészeltem ezt a Nagy László verset is, a táncoljatok a tulipánfejű kakasokkal, azt is beletettük az előadásba, hiszen annak úgy valahogy úgy éreztem, hogy ott a helye, nem utolsó sorban Nagy László és annak idején Tamásinak egy nagyon nagy csodálója volt, és valahogy úgy éreztem, hogy generációs továbbvitelről is szó van.
közreműködés szempontjából sem az első, hogy a Maros Művész Együttes és a Spektrum Színház színészei egy színpadon állnak. Itt is már a kezdetektől fontosnak tartottad, már így gondolkodtál a Boldog Nyárfa levél kapcsán, hogy mindenképp a táncos rész is az azért jó részét képezi majd az előadásnak? Hát mindenképpen, hiszen a Tündöklői Romosnál akkor már eléggé nagyon sokat dolgoztunk együtt, sőt a táncosok még színész szerepeket is nagyon becsülettel és nagy karakter erősséggel megteremtettek, és ebből tehát még vissza is igazolta az én elképzelésemet, hogy ezek a tamási figurák annyira ilyen egy darabból ilyen nagyon faragott figurák, hogy másfajta színészi munkára van szükség az ők megjelenítések kapcsán. Tehát, hogy egy ilyen karaktert, hogyha bemutatnak, akikkel találkozhatunk akár az utcán is, főleg, hogyha elmenjünk itt a környékünkre, még hál' Istennek élnek azok a húsvér emberek, akik ezt a tamási világát nekünk még úgy tudják felidézni. De nem sztereotípiákról beszélünk, hanem éles karakterekről. Éles karakterek végül is, hogy tulajdonképpen szerintem mindegy falu közösségben megvannak így a funkciók, megvannak a szerepek, és valahogy ezeket nagyon élesen tudták, nagyon jól meg tudták jeleníteni. Ugyanakkor a tánccal ki tudták egészíteni a karakterüket is, és ugyanakkor a falunak az egész, hát általában a tamási művekben mindig van egy falu közösség, ahol zajlik a cselekmény, és a falunak az egész a hozzáállása, a történetekhez, a viszonyulása nagyon élő tudott lenni. Itt kiket láthatunk, hogyha pár szereplőt kiemelnél, hogy kik ők, hogyan láthatjuk őket? Hát itt a Boldog Nyárfa levében a főszereplő nyilván az a jegyző úr, aki a háborúban, tehát a háború még nem tért vissza, őt Bogdán Zsolt személyében láthatjuk, és ez is érdekes. Mert több egyére szintén a Spektrum Színházban azért. Hát igen, hát az volt az érdekes, hogy őt régebb ismerjük, tehát egyéni műsorok kapcsán sokszor láthattuk a Spektrum Színházban, de valahogy ebben a tamási darabban ő is látott egy újabb érdeket, egy kihívást, hogy ilyen jellegű darabban még nem vett részt, és nagyon örültünk, hogy ő is nyitott volt erre, hogy megpróbáljuk ezt az előadást együtt összehozni. Ugyanakkor még most is, tehát a Márton Emőke Katinka, tehát a Spektrum Színház művészei, oszlopos tagjai, igen, Szász Anna és Pál Hunor, aki nemrég csatlakozott hozzánk, nagyon örülünk neki, és az örök vendégművészeink Kárp György és Tatai Sándor. De most nagyon érdekes, hogy vannak még a Maros Együttesből, megint vannak színészeink, úgymond, György Károly és na, most mindjárt, igen, Kucogi Veronika. Most hirtelen azon gondolkoztam, hogy... Ez igen. Az április, így kapcsolódik egyébként. Itt igen, volt a pont, igen. Ez ezért. Éppen akartam mondani, ő az, aki megkapta most a tamási év kapcsán azt a díjat. Gratulálunk neki. És nagyon örültem neki, hogy végül is dolgozhattunk együtt. És még van Mihály Zsolt, akit onnan ismerünk, hogy Szent Simon. Volt már itt. Szent Simonban, igen. A stúdióban és ő is, igen. Neki is voltak ilyen színészi ambíciói valamikor, és nagyon örültünk, hogy őt is ilyen élő húsvér figuraként bevonhattuk az előadásba, a lengepap szerepében. Érdekes, hogy kiemelted, hogy ugye a táncosoknak ugyanakkor szerintem kihívás is, de egy pozitív irányba is terelheti az egész művészi életüket, meg a... Mindenképp az, hogy színészként is ugye teljesíteniük kell a színpadon, de ugyanígy visszafele is, tehát hogy állnak a színészek, a Spektrum Színház oszlopos tagjai, vendégművészei a tánchoz, mennyiben kell kivegyék a részüket belőle, és hogyan teljesítenek, hogyan álltak ahhoz, hogy ők most újra egy ilyen kihívás elé állítódnak? Hát már a Tündöklői Romosban is már megpróbálták a táncot, és most tulajdonképpen van egy érdekes helyzet, hogy ők egyfajta mozgást képviselnek, és egy ilyen
egy ilyen motorként beindítják a táncokat, tehát most ez a funkciójuk nekik. És valahogy ezáltal egy ilyen kettőség alakul ki, hogy ők ugyan nem tudnak táncolni, de nagyon szeretnének, illetve nagyon látják, hogy mi a különbség azok között, akik táncban fejezik ki magukat, és milyenek azok, akik csak úgy beszélnek róla. És de akkor tágítja az eszköztárat mindenképpen. Akkor kifejezésmódot is akár. Hogy... És hát egyáltalán ez például ez egy ilyen szembeállítás is volt. Ugye a falu népe az táncol, és a kívülállók nem, és nagyon irigykednek rájuk. Na hát mindenképp érdekesnek tűnik. A mű fő mondani valójával kapcsolatban mit tartottál fontosnak kiemelni? Milyen szálat, melyik a fő szála a darabnak így színpadra állítva? Hát a bizalom. Arról szól a darab és a hűség. És ez ilyen nagyon két nagyon erős fogalom. És itt nyilván elsősorban a házastársi hűség, ugye erről szól a visszatérő katona és az otthon maradt feleségnek a viszonya, hogy aki megőrizte és hűségesen várta haza, annak ellenére nagy kísértéseknek volt kitéve, de ugyanígy van a falu és a jegyző közötti viszony, ami szintén a hűség fogalmáról szól, tehát hogy a közösség hűségesen várja a jegyzőt, ő pedig próbára teszi őket elég durva módon, amit nem is érdemelnek meg. És valahol ez a próbatétel, tehát a jegyző, aki próbára teszi ugyan a feleségét és a falut, és az nagyon jól vizsgáznak mind a ketten. És ez egy örök téma valahol, hogy az ilyen erős provokációk... Más szempontból is mennyire aktuális. Igen, tehát hogy a provokációkat hogy tudja kibírni egy egyszerű falu közösség, és hogy mennyire dől be úgymond a nagy szavaknak és az irányoknak, vagy mennyire találja meg a saját egyensúlya és az léte miatt, és a létkérdés, ahogy mondják mi nálunk, azokat a válaszokat, hogy megmaradjanak, tehát hogy nehogy megszűnjenek létezni. Most ilyen emlékeket szeretnék idézni benned is, hogy mi volt a legkedvesebb emléked a darab színpadra állítása kapcsán, mondjuk így azért, ugye egy éve volt bemutatva, azelőtt is gondolom, hogy egy jó próba időszak volt előtte, és most is, tehát mi volt az olyan pillanat, amit kiemelnél, hogy sikerült az, amit mondjuk kitűztél célul? Hát valószínűleg megérett egy év alatt így a darab, mert annak ellenére, hogy nem játszottuk, úgy érzem, hogy most úgy minden a helyére került, valahogy mélyebb lett, úgy mindenki tudja, hogy miről szól. Tehát a darabnak a komolysága, a humora, az ereje, ezek úgy, ez az érzelmi vonal, és valahol ez a harcias vonal, hogy annak ellenére, hogy nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mert ezt akár lehet a mindenkori nehéz helyzetekre is vonatkoztatni, a túlélésért képesek voltunk megtenni mindent, illetve ki tudtuk harcolni, hogy megmaradjunk. Mikor és hol láthatjuk? Ugye a holnapi napon kívül, de ezt is mondjuk el pontosan, hogy hány órakor és hol láthatjuk a Boldog Nyárfa levelet, illetve kíváncsi lennék még arra, hogy ugye több darabbal is kapcsolódhat a Spektrum Színház ehhez az emlékévhez, és hogy még hol láthatjuk esetleg, vagy milyen tervek vannak kilátásban akár. Hát holnap lesz a úgymond hivatalos, nyilvános és nagy közönségnek szóló bemutatónk a Maros Művész Együttes Székházában este 7 órakor, és akkor egy hét múlva lesz egy nagyon izgalmas turnénk, illetve megyünk Budapestre, az Akváriumban lesz egy ilyen Tamási nap, egész napos rendezvény. Tehát Budapesten tartózkodó itthoniak mindenképp látogassanak. Sokan már készülnek, úgyhogy hiszen ugye mikor januárban megnyitottuk a Tamási emlékévet, akkor az úgy nyitottuk meg, hogy az egész Kárpát-medencére vonatkoztattuk, és akkor a tündöklőjéromossal indítottunk, nyilván tél volt, most meg ebben a tavaszival folytatjuk az emlékévet Budapesten, és egész napos rendezvény lesz Tamási év kapcsán, könyvbemutatókkal és mindenféle rendezvényekkel, este lesz a Boldog Nyárfa levél,
Majd természetesen készülünk itt is előadni, a következő előadásunk Ditróba lesz. Na hát. Úgyhogy... Gyergyó környékiek Gyergyó is. Környékén, igen. Mindenképpen lesz. Örülnék, hogyha a Tamási szülő, tehát abba a környezetbe el tudnánk vinni Székelyföldre. Úgy tűnik, hogy Csíkszeredába is talán elmegyünk, és Udvarhelyre is. Lehet, hogy még a Csíksomlyói búcsú kapcsán. De készülünk a határmen, tehát a határon túli területekre, és Zentára készülünk májusba, és Magyar Kanizsára, majd ősszel szeretnénk Komáromba elvinni az előadást. Na. Gyulára nyáron. Fú, hát akkor egy sűrű év lesz már csak ezek kapcsán is. Sőt, mindenképp. Van egy nagyon izgalmas megkívásunk Petrozsénybe a Magyar Napokra, na, és arra nagyon örülünk, hogy a Szórványba is el tudjuk vinni. Nagyon izgalmasan hangzik ez a határokat átívelő hozzáállása a színháznak, és nagyon sok sikert kívánok a holnapi előadáshoz is, és a továbbiakban is. Köszönjük, és még beszélgessünk szépen a Tamási emlékév kapcsán, ami is egész évben ugye tart. Köszönöm szépen, még egyszer, hogy eljöttél hozzá. Én is köszönöm. Régi gombjainkból csodálatos ékszerek varázsolhatók, ha kreatív emberek kezébe kerülnek. A következő percekben egy ilyen embert és varázslatos gomb kreációit ismerhetjük meg. Akkor a miénk, hogy kezdődött, tehát itt még ez volt az első között a családunk. Akkor még így írtam, de most már például meg tudom szerkeszteni is segítséggel. Így kezdődött, mutatja első munkáját Bea. Családját, férjét, kislányát és kisfiát ábrázolta az első gombképen. Később képkereteket díszített színes és egyedi gombokkal, majd elkészítette első fülbevalóját. Ami kolléganőknek, barátnőknek is tetszett, ők is kértek hasonlót. Cserébe elvitték neki a szekrények aljában lapuló gombos dobozokat. Hozták, tisztítottam, és úgy voltam vele, hogy olyan sok embernek előtte ajándékba készítgettem. Tehát én igazából nem is úgy indultam ezzel a gombocskáimmal, hogy én most ebből meg akarok élni, vagy hogy ez legyen nekem a... hanem ez tényleg csak egy hobbi szinten kezdődött. Aztán felfigyeltek, hogy jaj, de különleges, így lettek így az első megrendelések ugyanott képkeretbe, de rengeteget ajándékoztam. Szívek harca. Amit én nagyon-nagyon szeretek. Millió nagyságú, színű, formájú műanyag, bőr, fém, csont, vászonnal bevont és festett, díszes és egyszerűbb, csillogó, hivalkodó vagy minimalista gombot rejtegetnek be a dobozai. Régebb a már nem használt ruhákról, ágyneműkről levágták a gombokat, mielőtt az anyagot újra hasznosították volna. Legtöbb idős néni házában mindmáig megtalálni azt a dobozt, melybe évek óta gyűjtögetik a gombocskákat. Ezek közül sok Beánál köt ki, aki nagy örömmel keresi meg új rendelt, lehel új életet beléjük. Lefertőtlenítem, és akkor megtörölgetem. Van például, amelyik bőrrel van bevonva, azokat úgy szoktam, hogy azokat kiszoktam venni, és megtörölöm, mert ugye a bőrt, hogy megmosom, úgy nem lesz olyan kopott lesz. Angol közösségi oldalakba vagyok benne, mert az idősebb nénikék nagyon-nagyon gombgyűjtők, és onnan kezdtem látni, hogy annyi mindent lehet csinálni. A saját is környezete számára készített ékszerek, képkeretek után közösségi oldalakon, interneten keresett hozzá hasonló érdeklődésű csoportokat, onnan inspirálódott, és újabb elképzelései születtek, újabb ötleteket valósított meg gombokból. Tehát ezeket nagyon-nagyon szeretem. Ez rengeteg időm. Tehát ezt amíg kirajzolom, általában itt azért kell egy minimális sablont tegyek. Mikor ugye ezt befestettem én akrillal, akkor amíg a gombokat felteszem rá, meg a köztel, látod, azokat mind kigyöngyözöm. Mind kigyöngyözöm, és a végén majd használok ilyen laksprét. Van olyan gomb, amit meglátok, és egyből már tudom, hogy ebből most fülbevalót fogok egy kicsi... Színe, fénye vagy érdekes formája határozza meg, hogy mi lesz belőle, magyarázza a kézműves. Van, hogy egyből tudja, mi lesz egy pár gombból, máskor szín vagy mintázat alapján gyűjti őket egymás mellé, és készíti el belőle a nyakéket vagy a fali képet. Még azon az úton vagyok, hogy kitapasztaljam, mi a jó ragasztó, mi a jó minőségű papír. Tehát ez még mind folyamatban van. Olyan is van, hogy azt is tudom, hogy hol a gomb.
Tudtam például most meg... Ennyi gombot. Ennyi gomb közül. Tudtam, hogy ezt most nem rég talán kaptam valakitől, ez most egy portré készül. A gombokhoz fűződő ragaszkodás azonban nem tette önzővé Beát. Számára az a legnagyobb öröm, ha megtalálja a megfelelő színű vagy formájú gombot ahhoz a képhez vagy virághoz, amit kérnek tőle. Ha örömet tud szerezni munkájával, ő is jól érzi magát. Nem, hogy nem adom, hanem hogy adom. Most volt egy 10 éves házassági évfordulóra, kértek egy szívet, és volt egy olyan gombom, hogy benne egy nő és egy férfi. És egy esőernyő fölöttük, valahogy így volt, és azt beleroktam a szívbe, emlékszem. Bea hobbija örömmel tölti el mindennapjait. Számára elsősorban kikapcsolódást, feltöltődést jelent, a sok szép gombbal törődni, foglalkozni, új életet adni számukra. Velük való foglalatoskodása során kiélheti kreativitását, színes és érdekes alkotásaival azonban mások számára is örömet szerez. Így lesz Kapocs a múlt és a jövő között a gomb. Kapocs a között az ember között, aki talán egykor minden nap viselte munkába menet zakóján, és a között, akinek asztalán fog díszíteni egy tavaszi virágcsokrot. Tavasszal újjáéled a természet, felfrissül környezetünk, így otthonunkra is ráfér egy kis frissítő takarítás. Sok településen, így például Marosvásárhelyen is megszervezték a tavaszi nagytakarítást. Kollégáim korán keltek és elkísérték a szemétszállító cég alkalmazottait, hogy betekintést kaphassanak munkájukba. Vége fele jár a tavaszi nagytakarítás Marosvásárhelyen. A szemétszállító autók hétfőtől szombatig 7 és 16 óra között jártak végig a várost előre meghatározott ütemterv szerint. Pont a nagytakarítás zajlik, a tavaszi nagytakarítás. Mit jelent a tavaszi nagytakarítás? Ilyenkor azokat a hulladékokat szállítsuk el, amik nem tartoznak bele a háztartási szemétbe. Jelenleg pont itt vagyunk a Somostetőn, kollégáink dolgoznak, külön szedik a fát. A fát azt beszállítsuk a szérákhoz, ottan feldarálják, tüzelőanyagot készítnek majd belőle, újra hasznosítsák, úgymond nem megy kárba. A hasonló nagytakarítások alkalmával az olyan hulladékokat is elszállítják, amelyeket máskor nem. Vannak azonban most is olyan hulladékok, törmelékek, szemetek, amelyet nem szállítanak el. Az egyetlen dolog, amit nem lehet elvinni, az a törmelék. A törmeléket nem tudjuk elvinni, azt külön kérésre, külön autóval azt el tudjuk szállítani. Veszélyes hulladékok is, mint például a gumi, kocsigumik, ezeket nem tudjuk összeszedni a háztartási szemétbe, mivel nem is szemetes autóban, ami feldarálja a szemetet, nem is lehet beletenni, vagy a festékes vedrek, vagy a festék, maga a festék, ezek mind veszélyes hulladékok, ezeket nem lehet a háztartási szemétbe belevegyíteni. Vagyis egy ilyen szerepe van a nagy takarításnak, hogy azokat a hulladékokat, amiket nem lehet elvinni az év során, azt tavaszi nagytakarításkor el szoktuk hordani. A veszélyes hulladékoknak vannak kitéve külön konténerek. Ezeknek a konténereknek a helyszínét minden nap, másnapra megszabjuk, hogy hova tesszük. Éppen ahol zajlik a program szerint a takarítás, és külön ide betesszük a veszélyes hulladékokat. Ez a 3 konténer a polgármesteri hivatal kérésére van kihelyezve. Mindig a program szerint minden nap más-más utcában vannak a konténerek. Ezeket a konténereknek a helyét meg lehet kapni a Facebook oldalunkon. Ezek a konténerek azért vannak kitéve ide, hogy vannak olyan emberek, akik nem szeretnék a kapujuk elé tárolni a hulladékot, így hogy kihozhassák ide. Hogyan lehet tárolni a konténerekben a hulladékokat? 3 konténerünk van kitéve. Egy a nagy terjedelmű hulladékoknak, egy a veszélyes hulladékoknak, és egy a növényi hulladékoknak, a felbomló hulladékoknak. Mi is hajnalban keltünk, hogy megnézzük, hogyan dolgoznak a szemétszállító cég munkatársai, és hogyan jut el a különböző, általunk kidobott hulladék a megfelelő helyre. Hogy mi is lesz a szemét sorsa, arról is szólunk nem sokára. Nem sokára, azaz 7 órától híradóval várjuk Önöket, maradjanak a képernyők előtt. Szia Emese, milyen hírekkel várod ma a nézőket? Szervusz Laura! Egy új bukaresti bázisú repülőgéppel, valamint 2 új útvonalú bevezetésével bővíti romániai tevékenységét a vízér, jelentette be a légitársaság igazgatója. Híradunk érdeklődésére azt is kifejtette, hogy milyen hatással volt az ukrajnai háború a működésükre, illetve miként segítettek a menekülteknek.
Összegeztük és mutatjuk a mai nap legfontosabb híreit. 7 órakor kezdünk, tartsanak velünk! Menni vagy maradni? Vélelmezhető, hogy a ma születésnapját ünneplő Florin Kucu már tudja, de csak holnap mondja meg a Liberálisok Végrehajtó Bizottsági ülésén, hogy lemond-e. A liberálisok mélyrepülésben, a szocialisták élen. Az Avangárd legutóbbi felmérése a politikusok népszerűségét is mérte. Aggasztó mértékű az iskola elhagyás. Általában a mély szegénység kísérő jelensége, hogy a gyerekek egyáltalán nem járnak, vagy csak rövid ideig járnak iskolába. A megoldáshoz összefogásra van szükség. Kapcsolódjanak ki a hétvége folyamán, vegyenek részt minél több kulturális rendezvényen. Nézzük, mi a kimenő ajánlata. Üdvözlöm Önöket, hello! Ma április 1-e van, na meg bolondok napja. Április bolondja az, akit általános népszokás szerint április 1-én tréfásan rászednek, akivel a bolondját járatják, hogy aztán jól kikacagják. Én Lavansz Dávid vagyok, és nem járatom Önöket április bolondja alkalmával, hanem előre vetítem a következő napok kulturális eseményeit itt a kimenőben. Az elmúlt 2 év a járvány időszaka teljesen megváltoztatta az élet ritmusát, számos megszokott tevékenységünkből kiszakított és óriási próbatételként éltük meg. Sokan elvesztették a szeretteiket, férjeiket, feleségeiket, szüleiket, gyerekeiket, anélkül, hogy el tudtak volna búcsúzni tőlük. Ez hihetetlenül nyomasztó, nehéz helyzet. A cseresznyéskert az időről, az idő természetéről szól, a sejtésünkről, hogy mi is az idő, arról, ahogyan a jelen idő összeütközésben van a múlttal és a jövővel. Ez a valódi konfliktus a cseresznyéskert egy súlyos múlt, és vannak, akik megrekedtek a múltban, mások pedig a jövőben rekedtek meg, és akkor ott van Lyubjov, aki a jelen. Aki szerint az élet csak akkor számít, amikor éled. Cseresznyéskert a Kolozsvári Állami Magyar Színház műsorán április 3-án 19 órai kezdett el. A Maros Művész Együttes székházában április 2-án szombaton este 19 órától Tamási Áron Boldog Nyárfa Levél című darabjának előadására várják a nagy érdeműt. A darab alaptémája a megmaradás, a helytállás, a hűség és a szeretet a történelem viharában. A gyötrő szenvedélyeket, a hazajutás és az egymásra találás vágyát, a hiteltelenség, a bizalom, a kétkedés és a bizonyosság küzdelmét hordozó dráma kifejező erejét gazdagítja Kelemen László zenéje és a Maros Művész Együttes színes, fergeteges táncbetétei. Rendező Török Viola. Második alkalommal szervezi meg a Parapács Egyesület a húsvéti vásárt a Marosvásárhelyi Várban, ahol a helyi termelők és kézművesek portékáinak megvásárlása mellett számos hagyományőrző és kulturális programba kapcsolódhatnak be a látogatók, így együtt készülhetünk az ünnepekre. A második húsvéti vásáron mintegy 50 helyi kézműves és termelő portékáját csodálhatjuk és vásárolhatjuk meg április 8-a és 10-e között. Ma bolondozzanak és ne vessenek sokat. Szép napot, holnap ismét várom Önöket. A háború elszenvedői számára gyűjtést szervezett a Gyulafehérvári Caritas, az Erdélyi Magyar Televízió, az Erdély FM és a Marosvásárhelyi Rádió. Könnyedén hozzájárulhatnak Önök is a segítségnyújtáshoz, ha rákeresnek a caritas_ab.ro weboldalon a gyűjtésre. Lélekben, gondolatban és tettekben az ukrajnai háború áldozatai mellett állunk, és támogatjuk mindazokat, akik ebben a rendkívüli nehéz időszakban segíteni akarnak. Jelenleg a leghatékonyabb segítség a pénzadomány. Kérjük, támogassa a Caritas, az Erdélyi Magyar Televízió, a Marosvásárhelyi Rádió és az Erdély FM felhívását, és adományozzon. Megteheti ezt online a Caritas honlapján www.caritas-ab.ro. Köszönöm figyelmüket, mai műsorunk végéhez érkeztünk, remélem tartalmasan telt az elmúlt fél óra. Hétvégén is kövessenek bennünket, délelőtt 10 órakor. Legyen szép estéjük, a viszontlátásra!